Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Önök továbbra is az Oltalom Rádiót, a Másként Gondolkodók Rádióját hallgatják, én pedig Herényi Károly vagyok, ennek a rádiónak az egyik hangja, és tisztelettel és szeretettel köszöntöm ma délelőtti második vendégünket, Olos János urat, aki a Piac és Profit internetes portál főszerkesztője, és már volt a vendégünk Szervusz, János. Károly! köszönöm. A múltkori beszélgetésünknek az apropója az volt, hogy megjelent egy írásod, hogy valóban Amerika felelőse az ukrán Ukrajna-Oroszországi lerohanását illetően. A mostani beszélgetésünknek pedig az adja az apropóját, hogy igen érzékenyen reagáltál a lapotba két dologra. Egyrészt a Nemzeti Bank múlt heti kamat ö, ö, javítására, idézőjelbe téve vagy kamatváltására, a másik pedig az, hogy ma olvastam örömmel reggel egy írásodat, aminek ö, igen rövid címe van, Orbán a zseni ami tulajdonképpen vázolja azokat a körülményeket, amik a múlt héten történtek a hazai és a nemzetközi politika vonatkozásába, és amit nagyon nehéz józan észszel követni. Na először beszéljünk talán a Nemzeti Bank ügyeiről. Itt arról volt szó, hogy a magyar hangja, Orbán Viktor magyar hangja így minősítetted a Kereskedelmi és Iparkamara elnökét, Paragurat megverte a vészharangokat, megkongatta a vészharangokat, és azt mondta, hogy a mostani kamatemelés utána, ami egy igen érdekes kamatemelés, tehát nem a banki alapkagnatot emelték, hanem más részeit, az tönkre fogja tenni a magyar vállalkozások sokaságát, és hogy ő ennyi meg annyi telefont kap, hogy, hogy tönkre mennek a vállalatok. Na most ennek az ügynek van egy nagyon érdekes háttérfejleménye is, de erről majd később először csak beszéljünk erről, hogy hogy is van ez a kamatemelés, mit emeltek? Hát nem az alapkamatot, hogy ez egy nagyon az érdekes kérdés, Marad maradt 13 a jegybanki alapkamat, ami viszont érdekes, hogy a napi hitel, állami hitelkereteket, vagy hitel, állami papírokat, a havi lejárásokat, vagy a nagyon rövid időben lejárásokat, azokat fölemelték 18%-ra, a kamatfolyósó tetőt pedig 25%-ra. Majdnem 200%. Igen, és magyarul hatalmas űrtámat, vagy különbség támadt az alapkamat, és a napi szinten megszerezhető kamatok között. Ez egy nagyon ritka és egy rendhagyó húzás a Magyar Nemzeti Bank részéről. Na erre hirdetett Parag László, ugye a Magyar Kereskedelmi és Iparka van elnöke, egy vészkiáltást, tehát szó szerint azt mondta, hogy csőd helyzetbe kerülnek sorra a magyar cégek emiatt a bubor emelés miatt, hogy ezek a rövid távú kamatok. És ma a mai magyar piacon ezek a meghatározóak, tehát furcsa módon nem az alapkamat. Az alapkamat, sok minden van kötve, de, tehát Például a, a nagyon sokszor, hogyha felveszel egy hitelt, a, és csúszol vele a büntető kamat, például a alapkamathoz Alapkamat van hozva kötve. A kötve. De igazából a piacot ma ezek a rövidtávú papírok mozgatják, pontosan a volatilitás miatt, hogy rendkívül érzékenyen reagál a piac mindenre a háború. Ez tulajdonképpen a vállalatoknak arra ad lehetőséget, hogy a pillanatnyi igen, fizetési igen, igen, igen. problémájukat igen, rövid távon kezeljék. Ezt drágították igen. meg. Ez drágították. Meg. Tehát, hogyha hirtelen kap egy nagy megrendelést egy vállalat, és egy hónapon belül kell szállítani 600 ezer gumiabroncsot, de ehhez meg kell venni az alapanyagot, akkor ugye fölveszi ezt a hitelt, ezt a egy hónapos hitelt, legyártja a 600 ezer gumiabroncsot, majd egy hónap múlva eladja, és akkor visszafizeti a hitelt. Ebben a szegmensben tényleg nagyon drága a 18-25 közötti kamat. Ez nagyon sok. Ez valóban veszélyezteti a, a nagy cégek napi működését. De ugyanakkor a alapkamat 13%-os konhagyás azért egy üzenetet is jelent, hogy, hogy ez csak ez, ez, ez egy pillanatnyi helyzet tulajdonképpen a volatilitás erre rendkívüli érzékenységre reagál, mert naponta változtathatja ezt a kamatfolyosót a, a Magyar Nemzeti Bank. Tehát, hogyha holnap úgy gondolja, hogy 16%-ra leviszi a 18 at akkor tehát ez egy kamatfolyosó, ami minden nap változhat 13 és 25% között. Hát erre a rendkívüli érzékeny helyzetre szerintem egyébként szakmailag helyes reakciót tett a Magyar Nemzeti Bank. Az más kérdés, hogy iszonyú nagy bajban vannak a vállalatok. Ebben igaza van a Parag Lászlónak, és a, a magyar hangja az arra szól, hogy ő tényleg nagyon jó viszonyban van Orbán Viktorral. Gyakorlatilag néha olyan dolgokat is megtesz ilyen kormányzati propaganda ügyekben, ami, ami, nem lenne dolga. Nem az ő dolga. Nem lenne dolga egy iparkamar elnöknek, miközben nem szólal meg sokszor tényleg kis vállalkozókat, vagy nagyon súlyosan érintő kérdésekben. Tehát tényleg ő, pedig én annak idején egy okos, tehetséges embernek gondoltam, hogy miért állt be ennyire a Fidesz mögé, az, az, számomra egy kicsit érthetetlen, tényleg nem dolga. Hát, kamerán. hogy, hogy árnyaljam a képet Parag László elnöki tevékenységéről, 2000-ben változtatta meg az első Orbán kormány a kamarai törvényt. Akkor eltörölték a kötelező katol, a kamarai tagságot, és... Nem, akkor vezették be? Nem, nem. Ja. akkor törölték el. el igen, akkor eltörölték, és igen. én akkor 32 módosító indítványt adtam be ehhez a törvényhez, amit a kormány előterjesztett, és Orbán Viktornak is mondtam, és Paraglászóval külön, ő volt a, már akkor is ő volt a kamara elnöke, hogy egy meglévő organizációt szétverni az nagyon nagy baj, az már több mint hiba, az bűn. Az volt a baj az iparkamarával, hogy egyébként 1994-ben a boros kormány utolsó előterjesztéseinek egyike volt. Két dologról elfelejtett rendelkezni, a finanszírozásról, és a hatáskörökről. Tehát tulajdonképpen a, ha a kamarának nem volt valódi hatásköre, tehát nem volt kitalálva, hogy mi a nyugat-európai gazdaságokban nagyon konkrét, meghatározott feladat. Van egy kamarának, és fontos szerepe és funkciója. És én akkor azt mondtam mind a két úrnak, hogy ezen kéne változtatni, a finanszírozást meg kéne oldani, de az akkor működik, csak akkor lehet tagdíjat szedni, ha adnak érte valamit. Tehát jogosultsága van a kamarának. Például ő adja ki a vállalkozói engedélyeket. Hát ma, és akkor is egy önkormányzati tisztviselő adja ki a fodrásznak, az autószerelőnek, a tehénpálcának, mindenkinek ő adja ki, ha mindehez értene, hát ez, ezek szakmai feladatok le, megnézni, hogy valóban alkalmas erre, erre jó lenne a kamara. És akkor én Paraglászlónak, mint kamarai elnöknek mondtam, hogy Hát figyelj de mindenképpen meg kéne tartani, csak hát értelmet kéne adni ennek az egésznek. És hát nem lehet, mert most már ez így, Orbán meg azt mondta, hogy ezt megért a választási kampányban, nem fogja a, a, a meghazudtolni saját magát. És hát tulajdonképpen a kamarák ma is ott tartanak, ahol tartottak. Tehát nincs előrelépés a, a szerepüket, társadalmi-gazdasági szerepüket illetően, vagy rosszul látom? Szerintem egy kicsit rosszul No. Tehát 2000-ben valóban először a Fidesz megszüntette a kötelező kamarai tagdíjat, ugye a honkormány után, de utána visszavezette 2000 Ma ma megint van. De azt úgy hívják, hogy regisztrációs díj. Értem, de gyakorlatilag ez a regisztrációs díj ugyanolyan kamarai. Ugyanaz, mint a tagdíj. Ugyanaz, és ugyanannyi az összege. Tehát 5000 forint volt, és ugyanannyi lett, csak van egy vállalkozásom, aztán tudom, fizetem és tehát gyakorlatilag a többi beigazad van. Csak De nem történt semmi. Nem, tehát... így van, nem történt semmi, és hát az az ígéret, amikor visszavezették ezt, akkor nevezük regisztrációs díjat, hogy újra 5000 forintot kell fizetni, akkor nagyon sok ígéret volt, hogy ez annyi mindent kapunk. Hát azóta elmondom neked, hogy egy, egy karácsonyi üdvözletet nem kaptam a kamarától, ugye egy, egy is küld egy gombóc vagy után karácsonyi üdvözletet, hogyha ott hagytad a nevedet meg a címedet, a kamara beszedi az 5000 forintot minden évben, és semmi kapcsolat, de még azt se tudom, hogy hogy lesz nekem kamarai, megyei vagy kerületi főnököm, tehát mint céget nem szólnak, hogy most menjek szavazni, hogy ki, ki lehet a, a képviselőm, mert ugye ez egy területileg felépített szervezet elvileg, de valahogy teljesen fekete alapon megy, hogy ki lesz megyei elnök. Ugye a vidéken látom, hogy nagyon sokszor pártvezetők és pártelnökök lesznek valami furcsa módon, a akik mögött semmiféle semmi szakmai és teljesítmény. És sőt, ismerek olyan megyei kamarai elnököt, aki akkorát bukott a cégével, mint az ólajtó, tehát teljesen alkalmatlan. Hát a Parag is bukott. Hát igen, szóval. Hát ő, ő is bukott, és ezt én nem is akárhonnan veszem, mert nagy jelek. Aki a, a budapesti parkamera elnöke úgy volt, hogy ő elindul a legutolsó tisztújításon, és ő megpályázza ezt a pozíciót, pozíciót, amit aztán nagy csendbe visszalépett. Tehát én úgy, úgy láttam, hogy nem indult el. Tudsz-e valamit akár újságíróként, akár. Ö, 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 akár mint kamarai tagként ennek a hátteréről, mert nagyon keményen kiállt akkor nagy gyerek. Hát ő mondta, hogy legyen már a kamarának egy olyan elnöke, aki mögött gazdasági vagy vállalkozói teljesítmény is van, akinek nem bukott meg a vállalkozása. Hát ugye volt egy időszak, amikor a pártok nagyon nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy a civil szervezeteket mond, lenyújják, azok fölött befolyás szerezzenek. Szerintem ez a kamara esetében 100%-ban sikerült, a Fidesznek sikerült megszereznie a kamara fölötti irányítást. Ilyen egyszerű és a úgy ugrál, ahogy... De jó, de hát a Ezzel nagy is... fordítva van. De a nagy a, a vegyébszer... tisztelgett, amikor a német kamara elnökéhez ment. Tehát ott a kamarának sokkal nagyobb befolyás. Hát a rendszer. Nagyon nagy társadalmi Igen. súlya van. Na de ez azért érdekes, mert a nagy ugye a vegyépszeres nagy beszélünk. Hát ő valamikor nagyon közel állt a, a Fideszhez. Hát ő az autópálya a vegyépszer meghatározó volt Ég a 2000-es években. A nagy nem is a politikai problémát látom tehát nem, ők nem szeretik egymást, a parag, meg a nagy kifejezetten mm. nem szereti egymást. Én ezt egy személyes rivalizálásnak gondolom, és nem annyira politikailag. Politikailag uh -huh. a két, a ketten ugyanazon uh -huh. az oldalon állnak, személyesen nagyon nem szeretik egymást. No, hogy azért ennek a dolognak, amiről beszéltünk, van egy, egy furcsa vetülete vagy háttere. Parag László felesége annak a Nemzeti Bank monetáris tanácsának a tagja, aki ezt a döntést meghozta. Hát ez az izgalmas. <laughs> <laughs> És akkor te felteszed az írásodba a kérdést, hogy akkor most szegény Parag most mit csinálja? Hát igen, most ez a... egy nagyon különleges helyzet, hogy teliszája szítja a Magyar Nemzeti Bank döntését Parag László, miközben a felesége is közreműködője volt ennek a döntésnek. Azt ma még nem tudjuk, mert ezt később szokták nyilvánosságra hozni, hogy egy-egy kérdésben a monetáris tanács tagjai hogy szavaztak. De nyugodtan el tudom képzelni, hogy a felesége és a döntés mellett érve. Hát most nem tudom, hogy hogy lesz ebben a Hitvesi ágyban a konfliktus elrendezése, de szerintem ez így nem volt átgondolva családügyileg. Hát sok szempontból nem volt átgondolva, és azért az nem normális dolog, hogyha egy rendszeren belül ilyen összefonódások, családi összefonódások vannak. Ugye most a, a, kormány nagy hirtelen, még a nevébe is az van, hogy a, a, az Európai Unió pénzügyi alapjairól szóló egyeztetés érdekében hoznak meg törvényeket, hogy ez sikeres legyen, és 17 pontból álló korrupciós Törvénycsomagot terjesztettek el és fogadtak el. Hogy látod, fog ez valamit segíteni a két dologban? Az egyik a nemzetközi megítélésünket illetően, a másik pedig az, hogy valóban csökkenti a korrupciót, ami az Európai Unióban második legmagasabb. Egy kicsit távolabbról kezdeném. Ehhez tudni kell, hogy az én véleményem vagy szigorú álláspontom szerint. Orbán Viktor egy nagyon szép bizánci rendszert épített fel. Abban az, a bizánci rendszerekben az ilyen ellentmondások, hogy úgy mondjam természetesek. Tehát természetes, hogy bekerül egy férfi feleség egy olyan helyre, ami nem feltétlenül összeférhető. Ugye az Európai Unió nem véletlenül kérte például ebben a csomagjában, amiben meghatározta, hogy mihez kötni a támogatások újra fizetését. Például az összeférhetetlenségek felülvizsgálata az egy nagyon fontos pontja. Az egyetemeket az... működtető alapítványok. Hát meg már elnézést a, a mániám vagy a legfelháborítóbbnak például azt érzem az összeférhetetlenségekben, hogy mit keresnek a, a sportegyesületek élén politikusok olyan politikusok, akik életükben nem kézilabdáztak, kézilabda szövetség elnöke, a ten tenisz szövetség elnöke Lázár János, a jégkorong szövetség elnöke Sok György, meg sorolhatnám a neveket, minden sportegyeset éle, politikus van, hát hó, hogy? Tehát ott mérhető a teljesítmény, lehet tudni, hogy valaki érte hozzá, vagy nem de hát aki életében nem kézilabdázott, az ne legyen már kézilabda a szövetségi elnöke, csak attól, hogy politikus. Ugye én beszélgetem egy focistával állítok, ő mondta, nem, nem ellenőriztem, de el tudom képzelni, hogy egyedül az újpesti dózsa élén van ma olyan ember, aki nem politikus. Hát a focinál. De hát ez, 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 ez egészen elképesztő. De nagyon leértékelés. Fúrják is az ósa. Igen, a szakmai tudásnak ez valami olyan hihetetlen leértékelés. Hát az MTK-je -ja a Deutsch? Igen, az MTK. A Deutsch, a hát szerintem egy egyenes nem tud rúgni, de hát örüljünk neki, hogy ő az elnök. Na mindegy, tehát. Inkább az a fő problémája ennek, hogy ez a szakmai tudásnak valami olyan, ti, olyan szintű leértékelése az országban, ami hát egyszerűen hazaellenes. Tehát egy ország akkor tud haladni, hogyha a megfelelő szakemberek megfelelő helyeken dolgoznak. És ez a bizánci rendszer annyira leértékelte a tudást, hogy, hogy az a számomra szinte tényleg, hogy mondjam... Hogy nem hazárulás szintű probléma. Tehát vissza kéne talán állítani a szakmai tudás kérdését. És ezekben a bizánci rendszerekben, pontosan az elbutulás miatt, az elkényelmesedés miatt, hogy minden csak attól függ, hogy jóba vagyok-e a vezérrel, ez, ez hihetetlen ellentmondásokhoz vezet. Tehát nem véletlen az összeférhetetlenségi problémák sorozata, nem egy ezer most. Kiemeltem a sportot, de mondhatnám a Magyar Nemzeti Bankot, mondhatnám a elnök összeférhetetlenségét, és sorolhatnánk körülbelül ezret. De a másik. Hát, ödvöl, a kocsás, másik... meg az alapítványok, azt ne kerüljük meg az egyetemi alapítványok hát az, kuratóriumának az, hát az a kérdését. Egy, az alapítvány az, a nevébe hordozó hát független. A És sport, telerakták. Igen. Van olyan miniszter, amely két egyetemnek is a, 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 a kuratóriumába foglal helyet. Hát hol uh, hogy várható el, melyik ényét tagadja meg egy kurátor, amikor dönt a kurátori ényét, vagy a miniszteri ényét? Mert nem azonosak a, az érdekek. Hát még nem tud jó döntés születni igazán, mert ugye meg kell felelni egyszer, első pont, de mindig meg kell felelni a főnöknek, mert ha véletlenül a pincsi kutyája a lábára rálépsz, már akkor is egy utolsó áruló vagy. Tehát meg kell felelni a fölfelé, tehát egy heteronóm erkölcsel kell rendelkezni, ha meg tudós vagy és szakember, akkor egy autonóm erkölcsel kell rendelkezni, ami, ami hát nem fér össze. De van ennek még messzebb mutató problémá is, ugye, hogy nagyon fontos, hogy meg tud -e egy ország szerves kultúra fejlődést valósítani. Ugye a szerves kultúrát az három karikával ábrázoljuk, szellemi kultúra, gazdasági kultúra és társadalmi érintkezésbeli kapcsolatok kultúrája, ezt három olimpiai karikával ábrázoljuk, és azt mondjuk, hogy akkor fejlődik egy ország, ha meg tudja valósítani a szerves kultúra fejlődést. Ilyen történt kétszer is Magyarország életében, egyszer a Battyányi kormány idején. De hát a Battyányi kormány tagjai olyan emberekből álltak, akik lemondtak elő jogaikról, felszabadították a jobbágyokat. A mostani politikai edít semmi más nem csinál, csak újabb és újabb előjogokat harácsol maga alá, és ebben meggyilkolja, nem értem, mondtam kicsit durván talán, hogy hazárulás de ebben meggyilkolja a szerköves kultúra fejlődés lehetőségét Magyarországon. És ez a fő probléma. Ez egy nagyon nagy probléma. Melyik volt a másik? Mert mondhatod, hogy két alkalommal volt az első a másik mátyás király idejében, föl uh -huh. lehet sorolni. Tehát kétszer volt ilyen történet a magyar kultúra, magyar történelemben, hogy megvalósult a szerves kultúra fejlődése. Ugye a Battyányi kormány elveit fogalmazta meg aztán a kiegyezés után Deák is, és olyan fejlődésnek indult Magyarország, hogy Magyarország volt ugye a kiegyezés után Európa Amerikája hát ide jöttek Ausztriából, nyugatról, az én dédnagyszüleim is Ausztriából érkeznek, mert itt látták a fantáziát, itt épült fel a kontinens, ugye első föld alatti, a világ legnagyobb épülete, lásd parlament, és sorolhatnám, hogy itt olyan fejlődés történt a kiegyezés és az első világháború között, ami példátlan. És ennek az oka az volt, ennek a kultúrájának fejlődésnek. Fejlődés. egyszerűen szert... tudott fejleszteni a szellemi, gazdasági és a társadalmi. Az volt az alapfeltétele, hogy a döntéshozók nem a saját érdekeiket és jogaikat helyezték hogy. előtérbe, sőt, erről lemondtak. Sőt, lemond, hát ugye híres, hogy hogy mikor Budapesten jött miniszterelnökösködni, akkor a hotelpénzt a saját zsebéből fizette. Most meg egy palotát építettünk a miniszterelnöknek, azért ez nem ugyanaz az attitűd, talán érezhető. Na de még nem a legjobb példa, de Horti, amikor ő kormányzó lett, akkor pont 200 kataszteri hold birtoka volt kenderesen, és amikor befejezte, akkor is pont 200 kataszteri oldja igen, volt, igen, tehát igen. egyáltalán nem használta ki most egy másik, hogy az ország szempontjából hát milyen. Széchenyi ugye a Magyar Tudományos Akadémiát finanszírozta. Láncidat. A, a birtokaiból a Láncidat, az első gőzhajózási társaságot, tehát valami ilyenféle elit kellene ahhoz, hogy megvalósuljon a szerves kultúra fejlődés, ami minden ez országnak ez a fejlődésének a kulcsa. Egy másik vetület erre most vetülete. Hát nem biztos, mert hát ha majd jön egy olyan társaság, amelyik erre képes vagy hajlandó lesz, de a Max Weber a, a, a Protestáns etika és a kapitalizmus szelleme című kitűnő könyvében arról beszél, hogy egy protestáns vállalkozó kapitalista a számos esetben hoz olyan döntéseket, ami rövid távon ö, ö, nem jelent számára előny, de tudja, hogy hosszú távon mindenkinek az előnye lesz. Tehát Itt az övé is, de az alkalmazottak a dolgozók is. Hát ez egy nagyon fontos dolog, amit már mintha teljesen elfelejtettünk volna, pedig hát már több mint száz éve írt ez a jó ember ezt a... Hát nagyon izgalmas dolgozatot. számomra e az Elon Musk a világ leggazdagabb emberének a viselkedése. Az ő gondolataiban nagyon sokszor felelhetőek ilyen, ilyen, ugye egy nagyon okos ember a hogy nagyon gazdag, és nagyon izgalmas felvetései vannak sokszor a világ fejlődésével kapcsolatban. Tehát őt e tekintetben érdemes figyelni. De én megint hivatkoznék akkor a Max Weberre, mert ő azt is mondja, hogy ugye a nagy kérdés volt akkori, hogy a katolikus és a protestáns egyházak között, hogy a gazdagodás az Istennek tetsző dolog é, vagy pedig Istennek nem tetsző. A katolikusok azt mondták, hogy könnyebb egy tevének átjutni a tűfokán, mint egy gazdag embernek bekerülni a mennyországba. Tehát ők annak ellenére, hogy mondjuk a vezetőik, mondjuk a püspökök olyan fényűzésbe és olyan úri körülmények között éltek, ami ennek pont az ellenkezőjét bizonyította, Viszont a protestánsok azt mondták, Max Weber azt mondja, hogy a protestáns felfogás szerint szabad gazdagodni. A kérdés az, hogy a gazdagodásod javait mire használod. Ha közügyek szolgálatára, oktatás, kórházak, egészségügy, akkor nyugodtan gazdagodj, csak ne élt föl annak a hasznát, és ne nagyképűsködj, és nem utogasd magad, hogy milyen órád, milyen ruhád, milyen autód, milyen házad van, hanem szerényen élj tovább, és add a közösségnek. Tehát az Elon Musknál ezt a ö, ö, gondolkodást lehet legalábbis nyomaiban felfedezni, igen, hogy ő igen, is igen, így abszolút gondol. foglalkozik ebben a kérdéssel. Amellett, hogy szereti az életet, szereti a csajokat, szereti a, a költekezés, de mivel egy értelmes ember, abszolút vannak a emberiség számára is előremutató gondolatai. Ugye, ennek a felvetésnek, hogy protestáns vagy katolikus, szerintem az az alapja, hogy eszköznek tekinted-e a pénzt. Vagy Ilyen célnak. Egyszerű. Így van. Tehát, hogyha egyszerű eszköznek tekinted, nem célnak, akkor tök mindegy, hogy gazdag vagy, vagy szegény, a legkisebb pénzt is lehet jó célokra használni, meg a legnagyobb pénzt is, hogyha eszköznek tekinted. Szerintem ez a kulcs. No. Ugye akkor... Az eredeti kérdésedre válaszoljak, mert ugye arra messziről indítottunk. A korrupciós bizottságok kapcsán hát nem nagyon hiszek abban, hogy a, a, a magyar korrupciós ö, ö, sablonokat le lehet bontani. Tehát olyan oligarha rendszer alakult ki Orbán körül, hogy hát azokat etetni kell azokat az embereket. Tehát olyan vállalatok, olyan nagyságú cégek kerültek a kezükbe, olyan iparágakat meghatározó cégek, hogyha, hogyha még most hirtelen, megtérne Orbán Viktor is hitre térne, tehát, hogy innentől nem érdekli a pénz és a hatalom, hanem csak a magyar nép felemelkedése, akkor is ezek a oligarchák odajárulnának, hogy őket kérem szépen etetni kell. Tehát, nem, 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 lehet, nem, lehet, így, tehát nem olyan most a struktúra, hogy egyáltalán képes legyen magában a korrupciót megfékezni, még akkor se, hogyha most hirtelen úgy döntünk, hogy akkor innentől nem leszünk korruptak. Na de hát a szándékok tisztaságet illetően az egy roppant árulkodó tény, hogy a TASZ három nevet javasolt ebbe a korrupcióellenes intézetbe vagy bizottságba, és az egyik az Bot Péter Ákos lett volna, aki hát kifogástalan pedigrével rendelkező igen, igen. szakember. Ráadásul 2006-ban a Fidesz miniszterelnök jelöltje is igen. volt, amiről már kevesen amire kevesen emlékeznek. Jó, de az egy taktikai húzás, az egy taktikai húzás oh, volt Orbán szintén. részéről, ezt tudjuk, így van. Igen. Na, de ennek ellenére, tehát ő egy jobb oldalon, bal oldalon egyaránt elfogadott ember úgy igen. söpörték ki, mint a macskát. Igen, hogy, igen. hogy, hogy, hogy? hogy, hogy, hogy egy szakember? Be? Még hogy egy szakember kerüljön oda? Tehát a célok, és én azt hiszem, hogy az egy nagy baj, amikor mondjuk az Európai Bizottságot hülyének nézi a magyar kormány, meg a magyar parlament, és egy olyan látszat intézkedés sorozatot hoz, amit valószínűleg ő se hisz el. Igen, igen, igen. Hát ez inkább valószínűleg csak egy ilyen húzd meg, meg játék, ki, -ki meg próbál földobni valamit, Szerintem nyugaton is tisztában vannak vele, hogy ezt a bizánci rendszert nem ilyen egyszerű lebontani. Tehát, hogy ez valaki... És ez testidegen az Európai igen, Unióban. Igen, hát ha valakinek ez egyszer komolyan megfordul az agyában, hogy ezt elkezdi le, leépíteni ezt a bizánci rendszert, akkor az szerintem több év. Tehát 5-10 év, és nem, nem, ilyen elhatározásokból áll, hanem, hanem utána kell nézni, hogy ki, miért bírtuk bizonyos nagyvállalatokat, bizonyos ágazati ö, erőket, ami, 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 hát hogy mondjam, hogyha most elvennénk hirtelen mészáros lőrint összes cégét, akkor az az ágazat hirtelen nem működne. Tehát ö, nagyon, nagyon, és abból rosszul járna az ország is. Tehát nem olyan egyszerű lebontani ezt a rendszert, hogy most hirtelen, tehát szépen ki van találva. Szépen. De stratégiai ágazatok, és stratégiai döntési helyek vannak az oligarchák kezében. Ebből arra lehet következtetni, hogy Orbán arra készül, hogyha a politikai hatalmat el is veszíti. Legyen egy olyan gazdasági hátter és olyan gazdasági hátország, ahogy nélküle. Ugye van egy olyan fogalom, ami azt jelenti, hogy a fogjú állam, ez a state capture, amikor ö, tulajdonképpen a, a gazdaság ejti fogjúl az államot. Na de a mi esettünkben, ahogy két héttel ezelőtti magyar egy kitűnő írás megjelent erről, egy kitűnő ellenző cik, itt tulajdonképpen a politika ejtette fogjul a gazdaságot. Igen, egyetértek, egyetértek. És nem, nem, pár évre tervez Orbán Viktor, ő szerintem 60 év, ahogy el is mondta, hogy ő 60 évre tervez. Ezzel egyetértek én, én most nem látom Magyarország helyzetét ilyen szempontból egyáltalán rózsásnak. Tehát nem fogja tudni megvalósítani a szerves kultúra fejlődést Magyarország. Nem fogja tudni lebontani ezt a bizánci rendszert, amit szorgos kezek felépítettek. Tehát én ilyen értelemben azt gondolom, hogy a népeknek sorsa van, ugyanúgy, hogy az embereknek is sorsa van, a népeknek is sorsa van, és Magyarország sorsa most egy nagyon nagy hullámvölgyben van, függetlenül Orbán Viktortól. No, én ezzel a sors kérdéssel vitatkoznék olyan értelemben, persze sorsa van, de az, hogy milyen lesz a sorsa, arról többé-kevésbé maga dönt. Tehát szokták itt mondani, és, hogy, hogy valakit ver az Isten. Engem megver az Isten, engem meg megsegít. Az Isten szerintem nem ver, meg nem segít, hanem felruházott minket a döntés minden lehetőségével. A jó és a rossz közötti választás lehetőségével. De várjál, várjál. És amikor bajér minket, amikor ér minket, akkor az mindig a rossz döntéseink következménye. Lehet, hogy valahol kitör egy háború, meg, meg kitör egy vulkán, meg mindenféle természeti katasztrófa, az nem rajtunk. A háború az már inkább, de a természeti katasztrófák azok nem. Tehát igazad van, hogy a sorsunk befolyásol, de azért a sorsunkba. ha ha csak visszamegyünk ö, 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 a, 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 az újkor kezdetén, a felvilágosodás idejére, hát a felvilágosodás az pont arról szólt, hogy a felnőtté válás fájdalma, tehát amikor a döntések, ami a sorsunkat alakítja, és nem csak az egyének, hanem az országok, a nemzetek sorsát is, azt felelősséggel megtenni azt a döntést, gondolkodni rajta, mérlegelni. Hát ez nagyon hiányzik a mi közgondolkodásunkból. Én nagyon rossz állapotban látom a döntéshozó embereknek a lelkét. Tehát az emberek lelkét. Tehát semmiféle pozitív közösségi gondolkodást nem látok. Tehát most harapjunk, amikor lehet, most érezzük jól magunkat, amikor lehet, és ennyi. Nincs, nincs ilyen típusú gondolkodás, amit, ami, ami, egy, egy jó döntéshez kéne közösségi szinten, egyáltalán. Teljesen széthullott országot látok ilyen szempontból, közösségi gondolkodás szempontjából. Tehát azért mondom, hogy az első világháború óta szerintem egy rossz sors ért el ezt a nemzetet, és nem látom a felemelkedésnek a csíráit se, a lehetőségének a csíráit se. Sajnos. És ezt a legszomorúbban mondom. Tehát ugye nem annyira nyilvános, csak rólam érdemes tudni, hogy a nagyapám a Cserkész Szövetség főtitkára volt, tehát a teleki barátja. És én nagyon hittem a rendszerváltásban. Én olyan örömmel vettem, olyan hitem volt benne. És ehhez képest, ami történt, az, a számomra egy sors tragédia. Sorstag, egy nagy lehetősége volt a nemzetnek egy felemelkedésre, és eljátszotta, eljátszotta. És egyáltalán nem látok olyan... olyan ugye nagyon fontos, hogy ihletett állapotban legyen egy nemzet ahhoz, hogy szülessenek valamik. Ugye itt a Sumér birodalmat érdemes megemlíteni, ami, ami ugye feltalálta az írásberiséget az emberiség számára. És akkor ott föltalálták a kereket, föltalálták egy csomó mindent, ami, ami több évszázad óta hajtó az emberiségnek. Tehát kell egy ihletett állapot, és ez az ihletett állapot, ott volt előttünk a rendszerváltáskor. És nem, hogy nem éltünk vele, hanem szétvert. De ez így lett a szabadság volt, nem? A döntésszabadság. Igen, igen, a döntés szabadság. a sorsunk, és nem, a és nemzetünk. És ezt a szabadságot. És, és inkább gyűlölködünk, inkább haragszunk egymásra, inkább harácsolunk. Így nem lehet várni egy társadalmat ilyen lelki állapotban, hogy a sorsát, Hát ne tudd meg, hány olyan emberrel találkozom, akibe belerugnak, lefejezik, megalázzák, és mégis hisz Orbán Viktor rendszerében, és szavaz rá. Miközben személyesen legyilkolázták, megalázó módon. Mégis Biztos, és úgy, úgy, úgy ideologizálja meg, hogy úgy van, mint a kádár rendszerbe. tehát kádár jó ember, de körülte vannak rosszak. rosszak. Tehát nem, nem gondolja át, hogy ez egy bizánci rendszerben nem így működik. Tehát én, nem, én, nem, én jobban hiszek abban, <laughs> hogy sorsa van egy nemzetnek, és most, most nagyon rossz sors. Tudom. Múlt héten pénteken Siklaki István volt az én vendégem, aki az ELTE szociálpszichológiai tanszékének a vezetője. És hosszan taglaltuk a tanultehetetlenség fogalmát, mint társadalmi jelenség. Ez a tanultehetetlenség, ez tulajdonképpen azt jelenti, amikor olyan állapotba kerül valaki, olyan lelki állapotba, hogy úgy érzi, hogy számára minden a változtatás, vagy a változás minden lehetősége megszűnt. Tehát, hogy nem tud rajta változtatni, és én azt mondom, hogy a magyar társadalom az ma mélyen a tanult tehetetlenség bugyraiba legsötétebb állapotában van. És nagyon érdekes, hogy egy Szeligman nevű fickó vezette be a múlt század as éveibe ezt a fogalmat, és azóta hát nagyon-nagyon sokan élnek vele. Mondjuk a magyar közbeszédből ez abszolút hiányzik, meg a közgondolkodásból, pedig hát nagyobb teret nyerhetne, de őt elkezdte érdekelni, hogy jó van a tanul tehetetlenség. Csak hogy egy példát mondjak, a legjobb példa erre, hogy bolhákkal teleraknak egy kis fadobozt, rátesznek egy üveglapot, elkezdenek kiugrálni a bolhák, és hát pattanak vissza az üvegről. Egy óra alatt megtanulják, hogy nem lehet kiugrani, és utána leveszed róla az üveglapot a dobozról, és már soha többé nem akarnak. Na és ezt a szerigma nevű fickót elkezdte érdekelni, hogy van -e ennek ellentetje. Tehát tanulható az aktivitás. Ki lehet -e törni ebből a tanult -e állapotából, ami szerintem megoldás lenne a magyar társadalom számára, ha ebből ki tudna törni. De olyan érdekes, hogyha az interneten rákattintasz, akkor körülbelül 400-szor több említése, alkalmazása van a tanult tehetetlenségnek, mint a tanult aktivitásnak, vagy a tanulható aktivitásnak. Tehát A probléma felismerés az sok embert érdekel, de a megoldás az meg a tizedét se. Tehát alig-alig érdekli a, a népeket. Mondjuk itt a tanult tehetetlenség, és ebbe ez kapcsolódik a te gondolatodhoz, szóval az, az nem úgy van, hogy valaki olyannak születik, mert a tanul tehetetlenség az majdnem a depresszió állapota, tehát ott alig lehet különbséget tenni, de nem maguktól lesznek ilyenek az emberek, mindig a körülmények kényszerítik, vagy vezetik erre rá őket, a társadalmi körülmények, és az a baj, hogy ezeket nem veszük figyelembe, tehát ahogy én olvasgattam az ide vonatkozó írásokat, meg irodalmat, a tanult tehetetlenség elemzése megáll mindenként, ott, hogy az egyén. Na de nem vizsgálja azt, hogy milyen társadalmi körülmények vezetnek oda, hogy hiába írsz, hiába mondod, hiába beszélsz, hiába próbálod meg. Hát te újságíróként tudod, hogy azért az nem egy öröm, amikor leírsz valami marha jó dolgot, és az ég ott a világon nincs hatása, mintha farahány borsó lenne. Igen. Ez, ez egy. Na de ez a, nem azért van így, mert az emberek annyira ostobák. Egyrészt nem jut el hozzájuk, mert a kormány sajtó elnyom mindent. Másrészt nincsenek erre felkészülve. Tehát én, én, nagyon fontos okát látom annak, hogy a magyar társadalom milyen helyzetben, hogy milyenek a társadalmi körülmények, társadalmi viszonyok, és ezt a politika irányítja. Azok a döntéshozók, akikről az előbb elmondtad, hogy hiányzik a felelősség, hiányzik a hosszú távú, középtávú tervezés, ami kaparj, kurta, neked is jut, amihez hozzáférsz, az malobd el, és akkor, akkor boldog életed lesz. Így van, de hát teljesen egyetértek az amit most mondasz, és csak hozzátenni tudok, hogy ugye tankönyvet fogok idézni, kommunikáció tankönyvet, ugye, hogy a mindenkori politikai elittől függnek a viselkedési programja egy országnak. Tehát lehet mondani a, a tatárokat példának, ugye tatárok ugyanolyan egymás a torzsalkodó, harcoló nemzet, nemzetecske volt, aztán jött egy Genghis nevű ember, aki tíz év alatt megváltoztatta a népe viselkedési programjait, és a világ egy egyes számú uralkodója lett a, -a tatár nemzet. Tudod, tehát meg lehet változtatni ezeket a viselkedési programokat, de ez mindenkor, a mindenkori, a mindenkori uralkodó jelittől függ. Na jó, de uh, Khanhoz hasonló adottságokkal talán a mi vezérünk Orbán Viktor is rendelkezik, legalábbis a szándékait illetően. Csak addig, amíg Gingiskán a tatár nemzet érdekébe fejtette ki azokat a nem mindig elfogadható lépéseket, amit tett, addig Orbán meg saját maga hatalma biztosítása érdekében feláldozva a nemzet jelenét és jövőjét teszi meg ugyanezeket a dolgokat. Tehát ez óriási különbség. Persze, persze. Hát a, azért Genghis Kárról nagyon keveset tudnak itt sokan. Ugye én is történve azt mondtam, hogy egy borzasztó mészálló nemzet volt, és hogyha meg jobban elolvassa az ember Csizgiszkán életét, akkor kiderül, hogy ő egy nagy norma teremtő volt. Ő megalkotta a Jasszát, egy olyan törvénykönyvet, amit hogyha most bevezetnének Magyarországon, akkor a parlament összes tagját majd, hogy nem elvezethetnék. És például ez egy nagyon toleráns törvénykönyv könyv volt ez a jassza. Az más kérdés, hogy valószínű a peremvidékeken, mint Magyarország már nem, nem, volt olyan hatásos, de nagyon fontos üzenete volt a jasszának, tehát a Genghis Khan által megalkotott törvénykönyvnek, hogy toleránsan, befogadóan kell bánni a meghódított nemzetekkel. Mondom, ez itt már a végeken valószínű nem működött pontosan, de Érdemes a jasszát olvasgatni, és érdemes dzsingiszkán életművével megismerkedni. Meg Ráadásul az is nagyon izgalmas Khan van, hogy ugyanúgy felment, mielőtt elkezdett uralkodni, ugyanúgy felment az ő istenéhez imádkozni, mint Mózes. Csak ő nem tíz törvényt hozott, mint Mózes, hanem négyet. És ezt vezette be, és azt kérte a jó Istentől, hogy olyan törvényeket mondjon számára, ami mindenki számára érthető, logikus, követhető. És le, lehozott négy ilyen törvényt. Az előbb azt mondta, hogy a norma teremtő volt. Igen, Orbán is az, de negatív értelemben az. Hát például ez a mostani nemzeti konzultáció, ennek a kérdései, amik egyfelől teljesen hülyének nézik a magyar lakosságot, de másfelől el akarják velünk hitetni azt, hogy Európa és a világ az teljesen hülye, rossz úton megy, ők mennek szembe az autópályán a forgalommal, mi meg egyedül, 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 zászlóval a kezünkbe, koronával a fejünkön, mi vagyunk az egyedül. Hát ez is tulajdonképpen norma teremtés. A legnagyobb bűne az Orbán rendszernek, hogy az elmúlt 12 év alatt azt akarja elhitetni a magyarokkal, hogy ami idáig jó volt, az rossz, ami idáig becsületes volt, az lúzer, és aki idáig, aki mostantól lop, az pedig jól teszi, mert, mert az életrevalóságnak ez a legjobb példája. Hát nézzük meg a kormánytagok, meg Orbán apjának, meg a többi csicskásnak a gazdagodását, a mérhetetlen gazdagodását. Tehát ez mind azt jelenti, hogy te hülye, ne dolgozz, hát a munkával semmire sem ész. Légy hűséges, majd esetleg leesik neked is valami a munkával, hát abban éppen, hogy éhen halhatsz, azért van a rezsitámogatás, azért van minden, hogy a kiszolgáltatott státuszod továbbra is fennmaradjon, mert a támogatás nem a teljesítményed miatt kapott, hanem a hűségedért. Hát igen, a most megkérdetett nemzeti konzultáció az nagyon sok helyen vérzik, finoman szólva. Például ott, amit az ellenzék is mond, hogy hát mind a nyolcad megtetszett szavazni mind a nyolc csomagot, akkor most mi, mi ellen fogunk tiltakozni? Ugye erre is van már válasz, hogy hát becsapták. Meg akkor még az más volt. Meg az más volt. Hát nem egészen így van, ahogy mondja a miniszterelnök, mert ugye a választások előtt ugye már négy csomagot megszavaztak, és most a az, hogy nem sikerül a Fidesznek egyetlen választási ígéretet sem teljesíteni, azt a szankciókra fogni, azt ilyen értelemben egy picit túlzás, mert mondom, a választások előtt már a nyolc szankcióból négyet megszavaztak, illetve április 5-én a 5 is, tehát ez legalább 5-8 adós csúsztatás, hogy a választási ígéretek azért nem teljesültek, meg, jöttek a szankciók. Hát őt már akkor életben volt. Hát az is nagy csúsztatás, hogy az energiaváltás, az energiárak a szankcióknak köszönhetők, hogy a, a benzinás toppot 2021. november 15-én vezették be. Az energiárak elszabadulása. És még háborúról szó sem volt. Ná, se szankciók, se háború nem volt akkor még. Ugye azért szabadultak el az energiárak, mert a koronavírus járvány után hihetetlen igény támadt az energiára, mert minden vállalat Meglőtte elindult kereslet. háromszoros graftal, mert ugye pótolni akart az elvesztett két évet, és iszonyú energiakereslet támadt. Tehát ugyanúgy, mint minden piacot, az energiapiacot és a kenereset és a kínálat határozza meg, és iszonyú igény támadt a, a energiára. Tehát ezért indult el az energia, és nem a szankciókkal közelebb volt hozzá. Meg további probléma, hogy ugye most újabban az a Elf, hogy, hogy hát a szankciók előtt, ez már az energiaszankciók előtt, ez a 7.-8. csomag, 100 euró körül volt a földgáz ára, hát most tényleg fölment föl 350-re, de most megint 130 körül van, tehát még egy pár hét, és ugyanott. Vissza, és Igen, nagyon esik. Ma, ma például 130 euróval nyitott, tehát már nagyon közel vagyunk a szankciók előtti árakhoz, ennek is a kereslet-kínálati oka van, nem azért, mert mert a szankciók bármit jelentenének, minden piacot, a kereslet a, és a kínálat. Ez azt jelenti, hogy az a fajta takarékosság, ami teljesen észszerű, és hát a lakosság se tud más csinálni, elkezd takarékoskodni, az csökkenteni fogja a keresletet, aminek eredményeképpen le fog van. esni a... Ö, megteltek az európai gáztárulók, tele vannak, 90-100 százalékban. Hát tehát nálunk nincsen. nincsenek tele, sőt el akarjuk adni a, azt a peremgázt, ami... Ez, ez igaz, hogy nálunk nincsenek, de az, a, az európai, tehát a, a, nagy, meghatározó. Nagy, a meghatározó piacok tele lettek gázzal, és most nem hmm. kérik a gáz. De hát elsősorban kereslet és a kínálat határozza meg. Az, hogy a szankciók jöttek, az egyébként egy csökkent az energiaárakat, hiszen mind a két oldal, az orosz oldal és a nyugat-európai oldal is visszaesett a termelése, mert elvesztettek egy, egy nagy piacot. Az oroszok is elvesztettek egy nagy piacot, az európai, az európaiak is elvesztettek egy nagy piacot, az orosz. Ez mind visszaveti a termelést. Na most idáig arról beszéltünk, hogy tulajdonképpen... Ez még rosszabb lesz, mert közben mindenki ugye elkezdett föl, terület, tehát a románok is nekiálltak most nagyobb ütemben, mint ahogy a magyarok is nekiálltak nagyobb ütemben földgáz, és az izraeliek is nagyobb ütemben, tehát van egy hatalmas földgázmezőjük ott a földközi tenger alatt, tehát egy-két év, és szerintem olcsóbb lesz a földgáz, mint... És ez teljesen... Hát akkor nem rosszabb cím. lesz, hanem jobb lesz a mostani helyzethez <laughs> képest. De arról beszéltünk ideig, hogy azért ezeknek a politikai döntéseknek nem csak gazdasági háttere van, hanem morális háttere, és negatív értelembe vett morális háttere. Na most mit szólsz ahhoz a színeváltáshoz, amin Orbán a múlt héten keresztül ment, Ő írod is az írásodnak az a címe, hogy Orbán a zseni aki mindent meg akar oldani. Na de azért itt volt egy olyan momentum, amikor a Zelenszkire azt mondta, hogy a mi 56-unk Zelenszkijét később megölték. Találkoztál talán ezzel a mondattal? Igen, 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 igen. igen. Na hát ehhez, ez, ez, hogy jön? Hogy, ez, hogy, hogy, Hát idáig Zelenszky a fő ellenség volt. Hát a kormányzati sajtó, hát Orbán elég okos ahhoz, hogy nem mindent ő mondjon ki. Hát ott vannak a pribékiei, a sajtóbéli pribékjei. Hát ők a mai napig drukkolnak. Érezhető a másodlagos üzenetük, hogy az oroszoknak drukkolnak. Tehát mi oroszpártiak vagyunk minden vonatkozásban. És hogy jutott eszébe Orbának? Látja, hogy Putin, Putin vesztése áll? Hát ez most nagyon érdekes kérdés, amit fölteszem, mert ugye ezt, ha jól emlékszem, ott Németországban mondta Igen. azon a Cicero-féle sajtó. Igen. És talán abban reménykedett, hogy ez nem jön el haza. <laughs> nagyon érdekes volt, mert ha valaki végignézte ezt a interjút, ugye Orbán Viktor szerintem több éve nem volt újságírók előtt. Tehát ahol szabadon kérdezhették, akár ellenzéki beállítottságú újságírók. Tehát ilyen helyzetben ő nem volt szerintem több több éve. Hogy két német újságíró kamerák előtt szabadon kérdezgethette. Szerintem És valaki, 2006 óta nem volt ilyen helyzet. Igen, nagyon régen. És szerintem, ha valaki végignézte véletlenül ezt a beszélgetést, akkor rendkívül zavaros volt az egész. Tehát elhangzott minden. Tehát mindennek az ellenkezője, tehát olyan mondatokat is mondott Orbán Viktor, ami teljesen idegen volt az eddigi nem, Meg nem volt odavaló. Igen, nem volt odavaló, tehát egyszerűen viselkedés zavaros volt az egész, tehát nem volt neki megírva, hogy pontosan mit kell mondanod, milyen ritmusba, stb. Nem egy leírt papírból, mm -hmm. hanem Hát, ha nagyon, most nagyon csúnyán fogok fogalmazni, de nem bántani akarom Orbán Viktor, csak a kommunikációt, szituációt szeretném inkább jellemezni, hogy hablatyolt. Tehát elhangzott minden, és mindennek. Tehát laza akart lenni, mert hogy most én akkor itt vagyok előttetek, nyugatiak. De ez ilyen műlazaság volt? Igen, laza akart lenni, de közben nagyokat akart mondani, de közben ragaszkodni akart a kommunikációhoz. Tehát keveredett ebben minden. Tehát, hogy ez az Zelenszkij féle szöveg honnan jött meg, miből, ezt szerintem a Delfi kéne megkérdezni, mert ők szerintem ez pontosabb választ tudnának adni. Nem, szerintem, Vagy egy pszichiátert. Igen, szóval az, az, az bejött Zelenszki. És közben jöttek olyan mondatok is emellett, hát mondok egy drámai mondatot, amit aztán végképp nem tudtam hova tenni, hogy meghalt 200 magyar állampolgár. Meghalt? Tehát elvesztettünk, így nyilván kettős, kárpátaljai kettős, áll, magyar állampolgá, kettős állampolgárokról van szó, szóval, hogy 200 magyar állampolgár, aki kettős állampolgár volt, mint katona, meghalt. És erre semmi? Semmi? Ez nem problémaként hangzott el, hanem, hogy hát ilyen is történik. Hát Magyarul elvesztettünk 200, 200 határon túl, ez valószínű több egyébként, mert, mert, mert hát persze, nyilván nincs olyan kárpátaljai magyarok is harcolnak, akik nem kettős állampolgárok. Tehát miközben Putyin öli rendesen a jó magyarokat, a közben mi mosolyunk. És egy rossz szavunk nincs a, a Putyinra. probléma a Brüsszel, a szankciók, Gyurcsány, Soros, de nem probléma Putyin. Miközben magyar embereket öl meg. Szóval az, az egy egész. Én mindenkinek javaslom, hogy azt a... De, a aki tudja, a interneten nézze meg azt a beszélgetést. De, de az... Mert... mert álombélit, szóval nem hiszi el az ember, hogy ilyen. Hát azt találtam mondani, hogy Solc az kitűnő tárgyaló partner, de nem mentem vele semmire, ami eleve nem kérdezte tőle senki, tehát nem volt Igen. ilyen típusú kérdés, de aztán a következő mondat, amikor azt mondja, ha Angela Merkel lenne a kancellár, akkor nem tört volna ki a háború, hát ezt is nagyon nehéz, a szándékát, a cél. Most mi volt? Hát, hát odavágott egyet olyan, a... igen, olyan mondatok hangoztak el, amik, amik nem voltak a megszokott Orbáni logika rendjébe rakva. Tehát minden elhangzott, és minden ellenkező. Hát ugyanitt a Merkelnél elhangzott, hogy hát milyen jól sikerült neki a krím félsziget problémáját ö, kezelni. De hát itt egész másról volt szó. Itt nem úgy indult el Putyin, hogy csak a három medencét bekebelezem, mint a krímet, hanem erre, erre Kievnek indult neki. Tehát egész más volt a szituáció. A, a három medence az csak maradt, mert mert hogy Kiev nem sikerült. Tehát utólag tehát Merkel lett volna akkor is, hát Kievnek intult el Putyin összes hadserege, nem, nem a három medencét lenyúlni, mint a krémet. Az is probléma, hogy a nemzetközi jogot nézzük, minden probléma. Tehát nagyon, nagyon, tehát én csak azt tudom javasolni, hogy ezt a beszélgetést, aki tudja nézze meg az interneten, mert nagyon, nagyon tanulságos, hogy, hogy ott mi, mi folyt, mi hangzott el, és mi nem, és hogyan. No most akkor miután közeledünk a beszélgetésünk végéhez, mert az időnk villámgyorsan gyorsan letelt, milyen kiutat látsz ebből a helyzetből? Tehát nem milyen? Állhatok. Nem látsz? Nem, nem. Na, én, hát most lehet, hogy a feleségem megöl, hogy ilyet elmesélem, de ugye én elküldtem Amerikába a két gyerekem, mind a két gyerekem Amerikában él. És nem azért, mert nem jó a családom, vagy nem szeretjük egymást. Kifejezetten jó a családom, kifejezetten szeretjük egymást, de én a saját életemben is azt láttam, hogy leültem velük, családi mítinget tartottam. Tehát mindenki elmondhatta, hogy mit akar az élettől, mit vár az élettől. És az a végeredmény született, hogy ha, ha normatív módon akarnak élni, azt akarják, hogy. Hogy a munkájukért rendesen megfizessék őket, rendes emberek, polgárok módjára éljenek. Méltósággal tudjanak élni. Vagy itt maradnak, és akkor hát az lesz a fő szempont, hogy akkor jó, jó, vagy, jobban vagyok-e a főnökkel, vagy nem, ügyesen helyezkedem -e a feneke körül, és azt még meg se fizetik, vagy inkább ezt választják. És akkor a gyerekek azt választották, hogy elmennek, és mind a ketten amerikai diplomát szereztek, és Amerikában élnek, és nem tudok rosszat mondani Amerikáról, mindig, mikor kimegyek hozzájuk, akkor igyekszem minden rosszat meglátni, de nem nagyon látok. De, de. És mindig, amikor valami rossz történik Magyarországon, akkor az egyik szemem sír, a másik meg nevet, mert, mert akkor mégiscsak jól döntöttem a gyerekek ügyében, hogy ők legalább hogy, hogy Hát, hogy kigugolják, hogy Antal József mondta annak idején. Mert ugye visszajöhetnek bármikor, tehát bármikor visszajöhetnek a unokáinkat is. Magyar állampolgároknak bejelentjük szépen, magyarul beszélnek szépen az unokáim, tehát minden oké tehát őrzik a magyarságokat, én ezt nagyon fontosnak tartom, megértem is tőlük, de most az ország jövőjét én 20-30 éves perspektívában egyáltalán nem látom reménykeltőnek. Hát nem is látszik annak, de azért vigasztaljuk minket az a, te az, hogy én ennek örülök. az a tapasztalat, hogy a 1989. novemberében valaki nekem azt mondta volna, hogy 90 tavaszán itt olyan változás áll be ebbe az országba, hogy az MSZNP utott pártja az 10 körül jut be a parlamentbe, és az ellenzéki erők hatalmas fölénnyel megnyerik ezt a választást. Még az ellenzéket is ide számítom, az sds es ellenzéket. Akkor hát gondoljunk arra, hogy a történelemben nem mindig és minden tervezhető és kiszámítható előre, és rengeteg hasonlóságot lehet fellelni az akkori idők és a mostani idők között, sőt, ez a mostani idő talán egy kicsit rosszabb, mint a 89-es állapotunk volt. Hát bizonyos értelemben igen, de hogyha ugyanebben az időben megkérdezel valakit, hogy el tud képzelni, vagy egy pár hónappal később a rendszerváltás után megkérdezel valakit, hogy el tud képzelni, hogy itt 94-ben 50 százalék fölött nyer a volt MSZNP, akkor szintén elviteted valami Didi mert elképzelhetetlen volt, és mégis megtörtént. Tehát ugye Orbán Viktornak volt egy 2002 után, 2004-ben egy, amikor Habony bemutatta, volt egy mondata, hogy ö, győzött a rendszerváltásban a Kádár János, tehát hogy Kádár János nyerte a rendszerváltozást, és akkor kezdte el ezt a bizánci rendszert építeni. Mert ő egyébként a, a 90-es években egy abszolút demokrata gondolkodású volt. A 90-es években azt mondott, hogy egyszer Putyin és erdogán barátja lesz Orbán Viktor, Nyugat-Európában pedig egy renegátnak tekintik, hát elviteted a... Elmegy úgy intézetben, nem, hogyha valaki ilyet mond, 90-ben Orbán Viktor elképzelhetetlen volt. És mégis megtörtént. Tehát Evel csak azt mond, nem csak jobb felé fordulhat az ország, ford az sorsan, inga, hanem még rosszabb Az felé Inga is. kilenket jobbra is meg balra is, De hát még reméljük, rosszul. hogy. Hát gondold el, a volt Schumer birodalom négyezer négy éve megy lefele. Hát a, a, a volt Irak, vagy a mostani Irak területén. Jó. No, hát, kedves Olós János, nagyon köszönöm, hogy itt voltál velünk, és hogy megosztottad a gondolataidat, és a kedves hallgatóknak pedig köszönöm szépen a figyelmet!